polgármesteri tájékoztató következik. Egy pár rendezvényről, eseményről és információról szeretném tájékoztatni önöket. Április 21-én, 22-én tartottuk a tisztasági napot, az önkormányzat zsákot, kesztyűt biztosított a résztvevőknek, illetve a kollégák megszervezték ugyanúgy, ahogy eddig. 56 köbméter kommunális hulladékot, építési bontási hulladékot gyűjtöttek a résztvevők, amit a közterület fenntartó ZRT szállított el, és a Hősök terén volt veszélyes hulladék leadása is, 2,5 tonna hulladékot gyűjtöttük, veszélyes hulladékot. 26-án a 20. alkalommal került megrendezésre a sportcsarnokban a nagycsoportos óvodások sportélelőtje. Nagyon nagy sikerű volt, az összes kerületi nagycsoportos óvodás részt vett, úgyhogy rengeteg gyerek volt, nagyon jól sikerült. Április 27-én a Sárkányőről Szent Györgynek átadása volt a galériában, 11 fő részére adtunk át az évkerületi rendőri díjakat a képviselőtestület rendelete alapján. 27-én a Fatimai Szűzanya templomban került megrendelésre a Magyar Istenes Verseny szavóverseny, ami szintén nagy sikerül volt, és sokan vettek részt rajta, több mint 60-an, azt hiszem, hogy ott mondom, közel 60 gyerek szavalt. 28-án került sor a sportcsarnokban a tánc és mozgásgálára, a 6. alkalommal idén, ez is szintén nagyon nagy sikerű volt. Május 1-én a Molnár-szigeten megrendeztük a szokásos majálisunkat. Nem is tudom, hogy mikor voltak utoljára. Szerencsénk volt, mert jó idő volt, de hogy mikor voltak utoljára ilyen sokan a rendezvényen. Talán kezdetén, amikor elkezdtük ezt az egésznek a szervezését. Május 4-én megnyílt a galériában Vizsai János szobrászművész kiállítása. Május 5-én a Brassakovics Általános Iskola megrendezte a 20. jubileumi gála ünnepségét, ami szintén nagy sikerű volt. Május 7-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat a soroksári svábok Németországba való kitelepítésének 71. évforduló alkalmából tartott megemlékezést és koszorúzást, amelyen természetesen koszorút helyeztünk el mi is, és szintén sokan vettek részt. A délpesti tankerületnek az igazgatója tájékoztatott arról, hogy a 2017-18-as tanévtől kezdve két soroksági iskolában be fogják vezetni az alapfokú művészeti oktatást. A Fekete István Általános Iskolában és a Mészáros Lőrinc Általános Iskolában vezetik be. A két iskola vállalta az, hogy helyet biztosít a művészetoktatásnak. Ez különböző területeken fog elindulni, attól függ, hogy melyik szakterületen mennyien jelentkeznek, azokat indítják. Itt a képzőművészettől kezdve a szépművészeti jobbátok lehetőségként nyílik egy változtatásra, de erről természetesen tájékoztatni fog majd minket az igazgató. Megkezdődtek a járdaépítések a Külső Vörösmarty utcában és a Vercsényi utcában, aztán ezt követően természetesen folytatódik a rendelkezésre álló keret felhasználásával. Megpróbáljuk úgy megcsinálni, a kollega mindig egyeztet a képviselőkkel, hogy majdnem minden körzetben legyen egy-egy utca, amit javítunk és megcsinálunk. Adóigazgatási ügyek. Már 16-ában lejárt az első fél évi adóbefizetéseknek a határideje. A költségvetési számlánk javára eddig gépjárműadóból 72.728.000 folyt be, építményadóból 617 millió, telekadóból 271 millió. Azt bizonyára tudják, de felhívom a figyelmüket, hogy a gépjárműadónak csak a 40%-a illeti meg a kerületi önkormányzatot. Ez a 72 millió forint, a 60%-át azt automatikusan tovább kell utalnunk az államkincstár felé. Bírságból és pótlékból viszont meglepetésre nem érkezett bevétel, illetve minimális bevétel jött, gyakorlatilag 693 ezer forint bírság és 388 pedig a pótlék, de ez olyan kis összeg, hogy ezt ott hagyjuk a számlán, nem utaltuk át.
ez gyakorlatilag 20, majdnem 30 millióval kevesebb, mint az előző időszakban volt. Ez valószínűleg annak következménye, hogy 20 millió forint elévült a korábbi bírságból, a pótlékból, és ez már nem fog befolyni. A tartozások 246 cég tartozik 77.967.000-rel, és 1907 magánszemély 150.712.000 forinttal. Természetesen a kollégák úgy, ahogy eddig automatikusan csinálják a fizetési először a sima felszólításokat, ezt követően a fizetési felszólításokat, és utána pedig a végrehajtás, beszerzési megbízás, illetve végrehajtás indul. Egy hatósági ügyek. Sajnálatos módon megemelkedett idén a patkány előfordulások bejelentése. Ezt folyamatosan továbbítjuk a bábolla felé, és automatikusan folyamatosan hozzák a patkányfogó ládákat, és helyezik ki. De ez egy nagyon érdekes dolog. De ugyanilyen probléma van a kóborkutyákkal kapcsolatban. Ezek a kóborkutyák miatt is nagyon sok bejelentés érkezik, illetve a közterületen gazdátlanul lévő állatok miatt is. Természetesen minden esetben értesítjük a megfelelő lakosságot ennek a problémának a megoldása érdekében. A kisállatok elszállítására, mint ahogy korábban tájékoztattam önöket, megkötöttük a szerződést, március 31-ére lejárt a régi, és április 1-ével megkötöttük a Segítő Angyalok Speciális Mentő Non-Profit Kft-vel. Felhívom mindenkinek a figyelmét, és ez benne lesz, fönn van a honlapon és az újságban is benne lesz, hogy a lakosságtól is ingyenesen, díjmentesen elszállítják az elhullott állatokat. Tehát be kell jelenteni telefonon egy 0672588300-as telefonon, vagy a segítőangyalok@segítőangyalok.hu e-mail címen, de ez mondom, fönt van az újságban is, meg az önkormányzat honlapján is. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy a lakosság részére is ingyenes ez a szolgáltatás. Tehát az önkormányzat úgy kötötte meg a szerződést, hogy ingyenes ez a fajta szolgáltatás. Ennyi lett volna a tájékoztató.